Tiszteltel köszöntöm a Frankó TV nézőt. Harmadszor jelentkezünk a Rimaszombatból, Piszár Józsinál vendégeskedünk a foci stadion melletti parkban. És szomorkás időben és szomorkás hangulatban fejeztük be a második részt, de nem így fogjuk befejezni. Hát most érkeztünk el ahhoz, hogy miért kis foci és nagy szív. Mert ugyanis Piszár Józsi egy most viszonylag kis csapatban nagy szívvel edzősködik, és hát Rimaszombatban az ifiket is edzette azelőtt. Hogy érzed meg a tornáján, és milyen az a csapat? Kicsi csapat, vagy ilyen közepes? Hát nagy szívvel a gondolom, kis pénzből. Igen, kis pénzből játszanak, és nagy szívvel játszanak, úgyhogy a csapat, csapatot összeraktuk, úgyhogy a gyerekek, gyerekek járnak edzésekre, úgyhogy nincs úgy, hogy például füleken, füleken, amikor voltam harmadik ligában, úgyhogy valami edzésen voltak heten vagy nyolcán, Itten minden edzésen, majdnem 15-en, 16-en vannak, úgyhogy szeretnek járni, akárnak fotbalozni, egészen másképp veszik ott a, a kicsit a fotbalt. A fő támogató a város? Igen, a város, és Endre Bencső, ő csinálta a futballt, úgyhogy neki is cégé van, úgyhogy ő is valamit mindig segít, úgyhogy de város. Igen, és hogy álltak most a bajnokságban? Ugye elkezdődött három fordulón vagytok túl, ha jól tudom. Nem figyeltem most, megmondom őszintén, hogy milyen start volt, mert én, én a bajnokságot úgy nézem meg, egy csapatot, hogy tíz meccset lejátszott. Ötöt otthon, ötöt idegenben, akkor mutatja meg, hogy milyen az a csapat. Tehát hogy, hogy kezdték a bajnokságot? Az első meccsen játszottunk otthon, Rinyavával, ottan 5-0-ra nyertünk, utána mentünk ki Poltára, ottan 2-2-t játszottunk, úgyhogy ottan a végén egyenlítettek ki, de még nem adtak meg nekünk gólokat, úgyhogy most meg játszottunk ott, itthon megint, Tiszócál, az itt van, 30 kilométerre, és velek nyertünk 4-1-re, úgyhogy mostan megint otthon játszunk, Bagyinnal, Úgyhogy ez már egy kicsit komolyabb meccs lesz, úgyhogy meglássuk, hogy, hogy állak van a dolog, de sokkal sérült, úgyhogy meglássuk. És van cél, vagy ez, a harm ez az osztály nektek megfelel, mondjuk a középmezőnyre pályáztok, vagy vannak magasabb céljaitok is? A magasabb célunk nincsenek, úgyhogy megtartani a negyedik ligát, úgyhogy középpályán maradni, úgyhogy ez, ez a cél. cél. Középmezőnyben? Na, okay. középpályások közép. vannak, én közép. tudom, hogy nem, sokat nem beszélsz magyarul, és de hát fantasztikusan beszélsz azért még magyarul, úgyhogy ez nagy öröm, mert sokat beszél szlovákul, Ez hát eznek teljesen mindegy egyébként, hogy milyen nyelven beszélünk, de örülök, hogy magyarul beszélünk. Na, és akkor még annyit, hogy a csapat tagok közül, tehát a védencei, de játékosok közül tudják, hogy ki az edző tudom, hát, hogy nem vagy egy ilyen dicsekvő típus, szerény srác vagy, de azért tudják, hogy a Piszár Józsi milyen karriert futott be? A, a, azt tudják, az biztos, mert mindig, mindig, ha játszunk valamilyen bagót, vagy valamit, aztán véletlenül, hogy mondják, kötény? Így van, kötény. A, valamikor besikerül nekik egy kötényt adni, akkor hogy a, a volt válogatottnak, hogy adtak egy kötényt, úgyhogy tudják. <laughs> ja, és akkor utána van sörözés, ilyesmi, vagy nem engeded meg nekik? De ne, meg van nekik engedve, úgyhogy nem veszük olyan nagyon komolyan azt a focit, úgyhogy nyerni akarunk mindig, edzenek egészen száz százalékra, de meccs után meg van nekik engedve. És van a csapatban egy esetleges második Piszár Józsi, vagy valamilyen tehetséges gyerek? Hát lehet, hogy majd valakit mi felnevelek úgy, Hát ehhez kívánok erőt egészséget. Piszár Józsival köszönjük szépen a figyelmet Rimaszombatból, és jó egészséget. Köszönöm szépen.